Békesség Istentől, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. A világ legismertebb imádságában, az Úr imádságban van egy olyan mondat, amelyben benne van mindaz, amiért Jézus Krisztus közzénk jött, e világra jött. Így hangzik ez a kérés, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ebben a kérésben benne van Jézus Krisztus kereszthalála, szenvedése, mindaz, ami a megváltást jelenti. Egyszerűen azért, mert benne van a kereszténység lényege. Benne van az, hogy ami teljesen megromlott, ami teljesen tönkrement, az tökéletesen meggyógyulhat. Ez pedig a megbocsátás. Ez pedig a kiengesztelődés. Az Úr Jézus emberi testben végzett földi szolgálata vége felé elsiratta Jeruzsálemet. Elsiratta Jeruzsálem népét. Mert ezt nem értette meg, mert ezt nem fogadta el, a kiengesztelődést, a bocsánatot. És ez olyan szomorúsággal töltötte el Jézust, hogy könnyekre fakadt. Mert Jézus tudta, ahol nincs kiengesztelődés, ahol nincs bocsánat elfogadás, ott az ítélet következik. És el is következett az ítélet. Jött az ítélet, és Jeruzsálemben kőkövön nem maradt. És megkezdődött Izrael népe számára, amint egy 2000 évig tartó szétszórattatás. Mert ahol nincs megbocsátás, ahol nincs bocsánat elfogadása, ott mindig ítélet következik be. Persze tudom én azt, hogy nagyon nehéz ez a kérés. Nagyon nehéz számunkra ennek az imádságnak az elmondása. Hiszen nagyon nehezen nyílik meg a lelkünk, még nehezebben a szánk, a mi bűneink elismerésére, beismerésére, megvallására és a bocsánat kérésre. Ez nagyon nehezen megy nekünk. Éppen ezért, amikor erre a kérésre gondolunk, azt is tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen nem is a bűnökről beszél. Egy más szót, egy más kifejezés használ. Bocsásd meg a mi vétkeinket. És a kettő nem ugyanaz. A Biblia eredeti szövege szerint mai nyelvre így lehetne lefordítani ezt a kérést. Bocsásd meg a mi mulasztásainkat. Bocsásd meg a mi tartozásunkat, a mi adóságunkat. Vajon mi is ez az adóság? A Szentírás egyértelmű tanítása szerint a szeretet. A szeretettel vagyunk adósok. A szeretetet vonjuk meg sokszor egymástól és sokszor Istentől. És ennek a szeretetnek a hiánya az, ami tönkreteszi emberi kapcsolatainkat, és ami megrontja az Istennel való közösségünket is. Gondoljuk csak végig, mi az, ami tönkreteszi ezeket a kapcsolatokat. Mi az, ami megrontja a házastársak közötti együttérzést, együttélést, békességet, harmóniát. Az, hogy az egyik megvonja társától a szeretetet. És ugyanígy ezért romlik meg az Istennel való kapcsolat és közösség is, mert megvonjuk a szeretetünket Istentől. Pedig hangzik a parancs, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Nem a világ csábítja el azokat, akik hátat fordítanak Istennek, templomnak, gyülekezetnek, hanem mindig az, hogy a szeretetünket megvontuk. A szeretetünknek adós maradtunk. Nem egy harmadik személy rontja meg a házastársak közötti kapcsolatot, hanem mindig az, hogy nem adjuk, vagy nem kapjuk a szeretetet. És az Úr Jézus Krisztus ezért készíti fel az ő tanítványait, és készít fel bennünket is, hogy a megoldást megtaláljuk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Igen,
a számunkra mindig a legfontosabb a magunk akaratának, a magunk elgondolásának, a magunk vélt vagy valós igazságának az érvényesítése. És miközben ez nagyon fontos a mi számunkra, tele vagyunk szeretet adósággal. És azért állanak szembe évezredek óta népek, nemzetek, országok, azért van annyi megromlott családi élet, azért van annyi viszály az emberek között, mert a szeretetünket megvontuk. Nagyon fontos az Úr imádságának ez a kérése. De az is biztos, hogy ennél nehezebb kérés nincs is az Úr imádságba. Megbocsátani azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Mert közben mindig megfeledkezünk arról, hogy nem csak ellenünk vétettek. És akik vétettek ellenünk, azokra haragszunk. Azokat gyűlöljük. És bosszút akarunk állni. És nem tudunk megbocsátani. Jézus pedig arra kér, legyen bennünk a megbocsátás készsége. Mert nem csak ellenünk vétkeztek, hanem mi is vétettünk egymás ellen. És azért is olyan nehéz ennek a kérésnek őszinte szívből való elmondása, mert mi éppen azáltal, hogy nem tudunk vagy nem akarunk megbocsátani azoknak, akik vétettek ellenünk, falakat, korlátokat húzunk magunk elé. És a falok mögé bevonulunk, de magunkkal visszük fegyvereinket és élesre törjük, és mindig azt várjuk, jöjjön el az alkalom, amikor lőhetünk, amikor valamit törleszthetünk, amikor valakinek a bántását visszaadhatjuk. Ez pedig az Úr Jézus Krisztus szerint soha nem vezet el oda, hogy mi átéljük annak a bocsánatnak az örömét, amit ő szerzett a Golgota keresztjén. Hozzáfűz még az Úr imádság után Jézus két mondatot ez az imádsághoz. Ha megbocsátjátok azoknak a vétkeit, akik ellenek, amit ellenetek követtek el, az Atya is megbocsát nektek. De ha nem bocsátjátok meg, akkor az Atya sem bocsát meg nektek. Hogyan juthatunk el oda, hogy mi is meg tudunk bocsátani? Feltétel nélkül, elégtétel nélkül, mert igazán ezért nehéz ennek az imádságnak a kimondása, elmondása, hogy megbocsátani feltétel nélkül kell. Persze arra is gondolhatunk, hogy vajon nem életidegene Jézusnak ez a tanítása, ez a kérés, hogy minden elégtétel, minden feltétel nélkül megbocsássunk azoknak, akik vétkeztek ellenünk, akik megbántottak, akik megsértettek bennünket. Vajon komolyan gondolja ezt Jézus? Meg lehet ezt tenni? Anélkül, hogy legalább, aki megbántott bennünket, annyit mondana ki, hogy ne haragudj. Ezt várnánk el. De gondoljunk Isten megbocsátására. Ő minden feltétel nélkül megbocsátott nekünk. Adóságunkat elengedte. Adóslevelünket az Úr Jézus Krisztus a Golgota keresztjére szegezte. De hogy eljussunk eddig, arra Isten képesít egyedül bennünket. Ő egyedül, aki így tud megbocsátani, így tudott megbocsátani, egyedül ő képes erre, és egyedül ő képesíthet bennünket is erre. El kell jutnunk addig, hogy amit István vértanú tett, mielőtt megkövezték, ezt az imádságot mondotta ki. Uram, ne tulajdonítsd nekik-e bűnt. De mielőtt ezt megtette, térdre esett, térdre borult. És erre a mozdulatra van szükségünk nekünk is. Térdre esni, térdre borulni, a megváltó bűnöket megbocsátó Krisztus előtt. És akkor leomlanak a válaszfalak, a korlátok, amit magunk építettünk, megbocsátani nem tudásunkkal. És ha elfogadjuk ezt a feltétel nélkül való bocsánatot, akkor már lehetetlen, hogy ne tudjunk mi is mindenkinek
feltétel nélkül megbocsátani. Akkor jutunk el igazán arra a képességre, hogy meg tudjunk bocsátani, ha a bocsánatot elfogadtuk, és a bűnbocsánat örömével el tudjuk mondani: Uram, köszönöm, hogy megbocsátottál, hogy irgalmas voltál hozzám, hogy semmi vétkemről, bűnömről, mulasztásomról meg nem emlékezel. És akkor tudjuk őszintén, igazán, szívből kimondani: bocsáss meg nekem, mert én is megbocsátottam az ellenem vétkezőknek. És akkor nem lesz többé fal, nem lesz többé korlát, nyugtalan éjszaka, békételen szív, csak a megbocsátottak és a bocsánatadók boldog öröme. Éljünk vele!